Szia! Indina vagyok. Hatalmas nagy szeretettel üdvözöllek a Dinami Design YouTube csatornán, a Meglepetés Horgolások és különböző szezonális cukiságok csatornáján. A mai videó az egy határozottan szezonális dolog lesz. Tudni a mai videóban a gnóm alapmintánkat fogjuk így közösen együtt őszi gnommá átgyúrni. És én arra gondoltam, hogy lehetne úgy, hogy meghagyjuk az alapgnom formát, és akkor varrunk rá levélkéket, meg különböző őszi terméseket, vagy lehetne, hogy megmutatom nektek, hogy hogyan lehet egy alapmintát a kedvetek szerint variálni. És ezen a ponton szeretnék egy kis edukatív tartalmat is belecsempészni ebbe a videóba. Ez pedig az, hogy most az én videóimról fogok beszélni, de akárki másnak a mintájáról vagy videójáról is szól ez. Amennyiben egy mintát, egy már készen lévő mintát te felhasználsz, megteheted, amennyiben megvásároltad a mintát, vagy pedig ingyen tartalomként valahonnan letöltötted ezt a mintát, Megteheted, hogy használod és átalakítod mondjuk a mintának az összes részét, vagy bizonyos részeit, de attól függetlenül az nem a te mintád. Attól függetlenül az a dizájnernek, a tervezőnek a tulajdona, amit te saját ízlésed szerint átalakítottál, amihez jogod van. Viszont az nem lesz a tiedé. Jó? Tehát, amennyiben most te a Dynami Design gnóm alapmintát felhasználod innen a csatornámról, megteheted, átalakíthatod a kedvedre, viszont az átalakítás véget az nem a te mintád, az az én mintám marad, amibe te beletetted a saját ötletedet, szíved joga szerint. Ilyenkor a horgolós etiket szerint, amire már többször hivatkoztam, engem, mint az alap minta készítőjét be kell, hogy jelöljél, és külön megköszönöm, hogyha mondjuk, amikor megosztod a mintámat akárhol, esetleg az adott mintának az elérhetőségét is belinkeled. És így lesz kerekegész a mi történetünk, hogy felhasználhatod az ingyenes mintáimat, a nevem megemlítésével, esetleg külön köszönömért a linkjét, is megoszthatod, de a kreativitás érdeme a tiéd lesz. És hogy most a szigorkodásból egy kicsit lejjebb adjak, az én ingyenes mintáim, amik ide kikerülnek a Dynami Design YouTube csatornára, egytől egyig inspirációnak vannak számva. Egytől egyig az a célom vele, hogy egy olyan mintát hozzak létre, és ezt általában a videókban el is szoktam mondani, hogy egy olyan mintát hozzak létre, amit a kedvedre variálhatsz, amit az ízlésedhez igazíthatsz. Ezért nem szoktam én például színeket kikötni, hogy mit milyen színből kell meghorgolni. Vagy ezért nem szoktam azt mondani, hogy nem tudom, ezt az orrocskát ide kell felvarni, vagy ezt a virágot ide kell helyezni. Én ezt mindig rátok bízom, mert én azt gondolom, hogy a horgolás az egy kellően kreatív hobbi ahhoz, hogy igenis kell, hogy legyen esélyünk, hogy megmutathassuk magunkat is egy adott mintában, mármint megmutassa magát a horgoló is egy adott mintában, amit egy tervező tervezett. És az én videóim, mint ahogy látjátok, hogy nagyon sok alapmintát veszünk elő újra. Én nagyon szeretném nektek megmutatni, hogy igazából ez az érdemi horgolás, igazából ez az, amiért nekem például személy szerint megírja a tartalmaimat, megosszam veletek, mert imádom látni, amikor az én alapmintám alapján ti valami nagyon a ti személyiségeteket belehorgolva valami mást alkottok, vagy egy kicsit mást alkottok, ez nekem a lehető legjobb érzés. Tehát arra szeretnélek benneteket bíztatni, hogy itt a Dynamit Design csatornán fellelhető mintákat használjátok kedvetekre inspirációnak, alapnak. Egyet ne felejtsetek el, hogyha ebből utána ne tán saját mintát készítenétek, idézőjelbe a saját mintát. Nagyon szépen kérlek benneteket, hogy említsétek meg a nevemet, hogy az inspiráció tőlem származik, vagy az alapminta tőlem származik. Nagyon szépen köszönöm. És a mai videó az egy tökéletes példa erre, amikor is vettem a gnóm alapmintánkat, egy bizonyos pontig meghorgoltam, majd átalakítottam valami teljesen mássá. Na és most végre, végre, végre megmutatom nektek a Dynami Design őszi gombagnómot. Voila! Róla van szó. Ami azt gondolom, hogy Hát méltán lesz része az őszi dekorációdnak, és ugye én mire fogom használni? Nagyon sokszor elmondtam már nektek, hogy a gnóm alapfigurák azok a horgolmányaim, amik mindig itt vannak az asztalomon, mert funkciót látnak be. Tudnélik nekem, ők a tűpárnáim. Úgyhogy elkészítettem most a gombagnómot, szintén töltett el, hogy stabilan álljon az asztalomon, és ebbe fogom, nem én fogom, Lilikén fogja, mert ez az őreszortja, ide fogja Lilike szépen áthelyezni az én tűjimet, és innentől ősszel, Egészen karácsonyig ő lesz az én asztalomon, mert hogy karácsonykor érkezem, a karácsonyfagnum mintájával írjátok fel a naptárba. Összességében még pontosan nem tudom megmondani, hogy mikor, de érkezem vele. És hogyha már a naptárba felírásnál tartunk, hatalmas nagy szeretettel jelentem be, hogy idén is lesz őszi meglepetés-horgolás. 2024. Ilyen címmel fogjátok megtalálni a Facebook eseményeim között, és hogyha rákattintatok az eseményre, akkor az összes létező fontos információt megtaláljátok, mikor kezdünk, mik a feltételek, miket kell magatokkal hozni. És hogy körülbelül milyen öm, hosszra tervezem én ezt az eseményt, de ezt azért általában felül szoktam írni, mert mindig jut még eszembe valami, amit esetleg bele lehetne csempészni. És mondjuk ez az a minta, amit nem hiszem, hogy valaha be lehet fejezni mert ide mindig lehet hozzá horgolni különböző dolgokat majd, de most erről nem is mondok többet, szóval október 14-én indul a Dynami Design őszi meglepetés horgolás 2024, ahova hatalmas nagy szeretettel várlak, és szeretném még bejelenteni, hogy idén is lesz meglepetés horgolás őszi kaland VIP. Puskáznom kell a dátumért, október 21-én indulunk, három részes horgolmányt fogunk itt készíteni, tehát három különböző darabot fogunk készíteni, szokás szerint, mint tudjátok, mert a VIP-k általában erről szólnak, zsenília fonalból, és ehhez én levadáztam a piacon fellelhető szerintem legjobb zsenília fonalat. Ez a Summit Soft Fine fonal, amit használtunk már a nyári kaland VIP-nél, és én akkor nagyon megvoltam voltam vele elégedve, úgyhogy most is erre a fonalra írtam a mintát. És sejtem, hogy kérdés lesz, az amigurumifonal.hu webshopból tudjátok beszerezni az összes megfelelő színű fonalat, hogyha szeretnétek. Én felkerestem az amigurumifonal.hu üzemeltetőjét, Ádámot, akinek előre leadtam a színeket, úgyhogy ő hozzá nyugodtan fordulhatok fonal ügyben. Hogy milyen módon fogtok tudni majd hozzájutni a fonalhoz, ezen még ö, dolgozunk, de az biztos, hogy Ádám felajánlott egy kedvezményt mindenkinek, aki részt vesz a VIP-horgolásban. Tehát idén lesz az első, amikor tőlem a mintát éritek majd el, és Ádámnak az amigurumifonal.hu weboldalról pedig meg tudjátok rendelni a megfelelő színű fonalat. Nem mondom, fonalakat, bocsánat. Nem mondom, hogy nem lehet másik fonalból is meghorgolni, mert biztos, hogy meg lehet másik fonalból horgolni. Én azonban, amit a képen láttok majd, azt erre a fonalra írtam. Tehát mindenféleképpen ajánlom majd a Summit Soft Fine fonalnak a használatát. Úgyhogy, ha eljátszottál már valaha a gondolattal, hogy beneveznél egy ilyen VIP meglepetés horgolásba, akkor ez az alkalom egy tökéletes alkalom lesz, mert nem túl bonyolult mintát fogunk készíteni, viszont egy olyan minta csokor fog születni, amit én még így horgolva nem láttam egyben senkinél, úgyhogy szerintem megéri erre benevezni. És természetesen rengeteg-rengeteg ősz minta érkezik még ide a csatornámra. Képzeljétek el, hogy a gomba gnóm alap ötletre építve lesz őszi tündérkénk is. Az ősz tündérkénk egy gomba tündérke lesz. Ezeket a színeket és ezeket a motivumokat fogom felhasználni horgolás közben. És ez is nagyon hamarosan érkezik ide a csatornára. Feltétlenül keressél meg Facebookon, Dinami Design. Ha folyamatosan figyeled a posztjaimat, akkor mindig értesítést kapsz majd róla, hogy egy adott videó pontosan mikor fog kiderülni, mivel kell arra a videóra készülni, úgyhogy hamarosan ki fogom tűzni az ősz tündérkének a mintáját is, és hogyha az ősz témáról átvándorlunk a karácsony témára, karácsony előtt is rengeteg cokisággal készülök nektek, őszintén remélem, hogy bele is fog férni az időmben, de megígérem, hogy ami tőlem telik, azt meg fogom tenni a Dinami Design adventi kalendárium 2024-et kihirdettem már, október 10 éig lehet rá jelentkezni. Ha megkeresed a Facebookon az események között, akkor minden fontos információt megtalálsz, tehát Dinami Design adventi kalendárium 2024 illetve készülök nektek egy meglepetés horgolás karácsonyi kalanddal is, ami szintén zsenília fonalra íródott minta, ugyanúgy három részes. Itt azért egy picit jobban díszített, aprólékos munkával teli zsenília horgolásról lesz szó, de a végeredmény az szerintem meseszerű. Úgyhogy nagy szeretettel ajánlom figyelmedbe, ő lesz a Dinami Design meglepetés horgolás karácsonyi kaland VIP 2024. És ezen felül természetesen készülök karácsonyi meglepetés horgolással is, de még mielőtt a karácsonyra áttérnénk, lesz Halloween meglepetés horgolás is. Ezzel kapcsolatban is figyeld a Facebook posztjaimat, hamarosan kifogom tűzni az időpontot, a figura már megvan. Szerintem szuperfélelmetes lesz. Úgyhogy szeretettel várlak arra is, és most pedig térjünk át a gombácskánkra. Szóval a gombát elkészítettem a gnóm alapminta alapján egy bizonyos pontig, majd itt a videóban közösen fogjuk folytatni attól a ponttól a test részét, A karokat és a nózit a gnóm alapminta alapján készítettem el, a kalapot pedig itt együtt a videóban fogjuk meghorgolni. Készíthetsz rá díszítéseket is. Azon gondolkodtam egyébként, hogy még ilyen kis szeplőket csinálnék ide, és lehet, hogy meg is fogom csinálni, mert a az ősztündérként szerintem nagyon jól mutatna, ilyen kis vöröses hajat tervezek az ősztündérkének, és szerintem nagyon jól mutatna hozzá, hogyha lennének kis szeplők az arcom. És akkor egyébként így fognak ők majd a gnomunk, a gomba és a gomba együtt egy szép kis őszi szettet alkotni. Egyébként, hogyha pedig ezeket a színeket használod, nagyon szép ajtókupoktatót is tudsz belőle készíteni. Amire akár rá is tudod ültetni a te kis ősztündérkédet. Úgyhogy most megmutatom nektek, hogy milyen alapanyagokra van szükség, és álljunk is neki meghorgolni a mi kis gombagnómunkat. Tehát a gombagnóm elkészítéséhez én ezeket a színeket használtam, természetesen te használhatsz más színeket is, egész nyugodtan. Én a tört fehéret, ezt a gyönyörű bordót választottam a kalapjának, és a nózinak és a kezeknek pedig ezt a teszt színűt, halványbarack színűt, mindegyik fonal pamut katánia fonal, 50 g per 125 méteres, a hozzávaló horgoló tű 2,5 mm-es, és ezen kívül még egy hegyes ollóra lesz szükségünk, illetve tompa végű tűre. A különböző kis alkatrészek felvarrásához, és hogyha mindent előkészítettünk, akkor álljunk is neki, és horkoljuk meg a mi kis dinómunkat. Tehát az alapot a 19. sorig meghorgoljuk a gnóm minta alapján, amit ide most kiteszek nektek. Ugye meghorgoljuk az első 10 sort teljesen rendesen, majd utána a 11. sorban készítünk egy BLO sort, tehát csak a hátsó szálba fogunk horgolni, az első szálak itt szépen megmaradnak, majd fogunk horgolni 8 sor 60-ast. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. És ha megvan a 8x60-as, akkor most fogunk horgolni fogyasztós sort, azért, hogy meglegyen a gombácskának ez a szép kis oldala. Jó? Tehát ebben a sorban fogunk horgolni 8 darab egy pálcás öltést, 2, 3, 4, a kilenc és a tizedik szemet pedig fogyasztom. És ezt a mintát még megismétlem ötször. És hogyha megvagyunk, akkor most 54 szemünk van körben, és most fogunk horgolni egy 54-es sort. ha megvagyunk az 1,54-es sorral, akkor a következő sorban fogunk horgolni 7 darab egypálcás öltést, 4, 5, 6, 7, a 8. és a 9. szemet pedig fogyasztani fogom. Ezt a mintát megismétlem még 5 ször. És ha ezzel megvagyunk, akkor most 48 szemünk van körben, és a következő sorban pedig összejön, fogunk horgolni 48 darab egy pálcás öltést. És ha megvagyunk az újabb sor 48-assal, akkor a következő körben fogunk horgolni 6 darab egy pálcás öltést. 4, 5, 6, és a hetedik és a nyolcadik szemet pedig fogyasztani fogom, ezt a mintát pedig megismétlem még 5-ször. Jelenleg 42 szemünk van körben, most pedig horgoljunk 12 sor 42-est, tehát 12 soron keresztül tartjuk a szemszámot, És hogyha meg a 12. sor 42-essel, akkor így néz ki a mi kis gomba tönkünk, és most haladunk tovább. A következő sorban a szemeknek nem a teljes terjedelmébe fogunk horgolni, hanem csak a hozzánk közelebbeső felébe. Még hozzá az első szem hozzánk közelebbeső felébe fogunk horgolni Egy fél ráhajtásos pálcát, a második szem hozzánk közelebb eső felébe, pedig egy fél ráhajtásos pálca szaporítást. És ezzel a mintával haladunk végig, az első szembe fél ráhajtásos pálca, a második szembe pedig egy fél ráhajtásos pálca, szaporítás. Amikor elértünk a sor végére, akkor találkozunk. És hogyha ezzel megvagyunk, akkor egy gyönyörödő ilyen kife. Gyönyörödő? <laughs> egy gyönyörű, kifelé pöndörödő, ezt így összevontam egy szóba, ezt a kis mondatocskát, szóval egy gyönyörű, kifelé pöndörödő kis peremet kaptunk, és most ezt a mintát fogjuk folytatni, méghozzá úgy, hogy az első szembe fogunk horgolni egy darab félráhajtásos pálcát, a második szemet pedig szaporítjuk, majd következő szembe, következő kettő szembe fogunk horgolni egy-egy félráhajtásos pálcát, és a harmadik szembe pedig egy félráhajtásos pálca szaporítás következik, és ezt a kettő fél-ráhajtásos pálcát és egy szaporítás mintát ismételjük a végéig, és az utolsó szembe fog nekünk maradni egy darab félráhajtásos pálca, és hogyha ezzel az egésszel meg vagyunk, akkor találkozunk. Vagyunk, akkor folytatjuk tovább. A következő sorban fogunk horgolni 12 darab egy pálcás öltést. 3, 4, Majd a következő kettő szemet fogyasztani fogom, és ezt a mintát, ezek most már egy párcás öltések, ugye? És ezt a mintát megismétlem még ötször. És ha ezzel meg vagyunk, akkor ez így néz ki, és most pedig folytatni fogjuk a gombának a kalapjával, amihez én a bordó színemet hozom. Te hozhat sötét, barnát, narancsárgát, amilyen színűt szeretnél. És készíteni fogunk egy varázskört. varázskörbe fogok horgolni 5 darab egy pálcás öltést. 2, 3, 4, és az ötödik. Jaj, nehogy kiúzzam. Bezárom a varázskörömet. Csak sikerült kihúznom, de még menthető a dolog. Én nem tudom, akkor a reggel van, vagy mi a baj? Jó, ja, meg vagyunk. Az első és az utolsó szemet én összekötöm. Jó, a következő sorban minden szemet szaporítani fogunk. és ha megvagyunk a tíz darab egypálcás öltéssel, akkor behelyezzük a szemjelzőnket. A következő sorban fogunk horgolni egy darab egypálcás öltést, a második szemet szaporítjuk, majd ezt a mintát megismételjük még négyszer. És, hogyha ezzel megvagyunk, akkor a következő sorban fogunk horgolni kettő darab egypálcás öltést, a harmadik szemet pedig szaporítjuk, és ezt a mintát megismételjük még négyszer. A következő sorban fogunk horgolni három darab egypálcás öltést, a negyedik szemet pedig szaporítjuk. Majd ezt a mintát megismételjük még négyszer. Ha ezzel meg vagyunk, akkor a következő sorban fogunk horgolni négy darab egy pálcás Az ötödik szemet pedig szaporítjuk. Majd ezt a mintát megismételjük még négyszer. Hogyha ezzel meg vagyunk, akkor a következő sorban fogunk horgolni 5 darab egy pálcás és 3, 4, 5, és a hatodik szemet pedig szaporítani fogom. Majd ezt a mintát megismétlem még négyszer. szer Hogyha ezzel meg vagyunk, akkor a következő sorban fogunk horgolni 6 darab egy pálcás öltést, 3, 4, 5, és a hatodik, a hetedik szemet pedig szaporítom, majd ezt a mintát megismétlem még négyszer. Hogyha ezzel megvagyunk, akkor a következő sorban fogunk horgolni 7 darab egy pálcás öltést, 3, 4, 5, 6, 7, a nyolcadik szemet pedig szaporítom, majd ezt a mintát megismétlem még négyszer. Hogyha ezzel megvagyunk, akkor a következő sorban fogunk horgolni 8 darab egypálcás öltést, 4, 5, 6, 7, 8, a kilencedik szemet pedig szaporítom, majd ezt a mintát megismétlem még négyszer. Hogyha ezzel meg vagyunk, akkor a következő sorban fogunk horgolni 9 darab egypálcás sötést, 3, 4, 5, 6, 7. és a tizedik szemet pedig szaporítani fogom, és ezt a mintát megismétlem még négyszer. És hogyha ezzel megvagyunk, akkor a következő sorban fogunk horgolni 10 darab egypálcás és 3, a 11. szemet pedig szaporítom, majd ezt a mintát megismétlem még négyszer. És hogyha ezzel meg vagyunk, akkor most hatvan szemünk van körben. A következő sorban fogunk horgolni 9 darab egy pálcás öltést. három, négy, öt, 6, 7, 8, 9, és a tizedik szemet szaporítani fogom. És ezt a mintát megismétlem még 5-ször. Nem tévedés, 5-ször, itt most a mintában van egy kis változás. És hogyha ezzel meg vagyunk, akkor a következő sorban fogunk horgolni 10 darab egypálcás ötést, 3, 4, és a 11. szemet szaporítani fogom. Majd ezt a mintát megismétlem még ötször. És hogyha ezzel meg vagyunk, akkor a következő sorban fogunk horgolni 11 darab egy pálcás öltést. 3, 4, 5, 6, 7, 8 kilenc, tíz, és a tizenegyedik, a tizenkettedik szemet pedig szaporítani fogom. Majd ezt a mintát megismétlem még ötször. Hogyha ezzel meg vagyunk, akkor a következő sorban fogunk horgolni 12 darab egy pálcás öltést, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, és a 12 A 13 szemet pedig szaporítom, majd ezt a mintát megismétlem még 5-ször. És ha ezzel meg vagyunk, akkor a következő sorban fogunk horgolni 13 darab egy pálcás öltést. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13. A 14. szemet szaporítani fogom, majd ezt a mintát megismétlem még 5-ször, majd horgolok 3 sor 90-est, És hogyha megvagyunk a három sor 90-nel is, akkor most fogunk horgolni 7 darab egy pálcás öltést. 2, 3, 4, 5, 6, 7. A következő kettő szemet hogy fogom, majd horgolok 13 darab egypálcás pálcás 2 kettő Majd a következő kettő szemet fogyasztani fogom. A 13 darab egy öltés és egy fogyasztás mintát megismétlem még négyszer, és fog még nekem maradni 6 darab egypálcás öltésem a szemjelzőig. Amikor meghorgoltuk, akkor találkozunk. És hogyha megvagyunk, akkor most fogunk horgolni 6 darab egypálcás pálcás sörtést, 2, 3, 4, 5 és a 6. A 7. és a 8. szemet pedig fogyasztom, majd horgolok 12 darab egypálcás pálcás sörtést, 2 három, négy, a tizenhárom és a tizennegyedik szemet pedig fogyasztani fogom. Majd a 12 darab egypálcás öltés és egy fogyasztás mintát megismétlem még négyszer, majd marad nekem még 6 darab egypálcás öltésem a szemjelzőig. Jó, és akkor a gombának a tetejével meg is vagyunk. Ne vágjad el a fonalat, mert ezzel fogjuk majd a kalapot és a tönköt összerősíteni. Most következzen a szokásos ö, trükköm, amikor is a tönköt megtöltjük valami nehezékkel. Ez nem egy kötelező ö, művelet, de láttad már a gnóm alapmintában is, hogy én ezt ott is így csináltam és elkezdem szépen a rist beleburítani az okniba. Majd kicsit pocsogni fog mindenféle, de hát ez, ez ilyen. Jó, és akkor belehelyezem az a gombának az aljába, azért, mert azt szeretném, hogyha az egész alját így szépen alaposan kitölteni, és akkor látnám, hogy mennyit kell még ide beletömni. Jó. Hát egy icipicit még lehet ide a tetejére tenni. Tényleg keveset, abszolút nem sokat, jó, letakarítom az asztalomat, jó. Ugye ezt alapvetően kitömheted tömőanyaggal is, én azért szoktam kitömni, mert így tök jól állnak az asztalon, és tényleg tök jól tudom tűpárnának használni, de el tudom képzelni ajtó vagy ablak kitámasztóként is, és ez tök jó kis súlyt ad neki, meg tényleg egy olyan tömörséget, amit tömőanyaggal is el tudsz érni, de ilyen súlya nem lesz. És amikor megvagyok, a körülbelül szerintem elég rízzel, akkor becsomózom a tetejét. Egyébként elvághatod a tetejét, hogyha szeretnéd, de nem muszáj. Vissza hajtom itt a teremet, jó? És a tetejét pedig tömőanyaggal fogjuk majd kitömni, azonban most horgoljuk össze az alját és a tetejét, jó? Mint említettem, ezt a bordó fonallal fogjuk megtenni, úgyhogy a, mit mondtunk, vajszínű fonalat elvághatod, erre most nem lesz szükség többet, jó? A szemjelződet is kihúzhatod, a kalapból is kihúzhatod a szemjelződet. Ja, ugye a kalapban még mindig megvan a hurkunk nekünk, ami nagyon jó. És úgy fogjuk összeilleszteni a gombak és a tönkét, hogy ahol befejeztük a vajszínűt, és ahol befejeztük a bordót, így összeillesztjük, és így egész pontosan lehet majd körbe haladni. Ehhez én ezt megfordítom, hiszen a bordó menetirányának megfelelően fogunk haladni és ezt most én össze fogom ölteni ezt a kettőt olyan módon, hogy a bordóba teljes szembe fogom bedugni a horgolótőmet, a vajszínűbe pedig csak a külső szálba. Jó, tehát a tőlem távol a veső részben, az első szem az egy kicsit nehezebb lesz, de a többi majd már megy magától, és szépen áthúzom, és kúszószemet horgolok. Jó, és ezt szépen körbe megismétlem bordóba teljes szembe, vajszínűbe, csak a tőlem távolabb esőbe, majd kúszószem. És így szépen elhaladok addig, ameddig egy akkora kis rés fog majd nekünk itt maradni, amibe amin keresztül ki fogjuk tudni tömni majd a kalapot. És én befejeztem, vagyis nem fejeztem be, hanem elkészítettem az összehorgolást, addig, amíg egy ilyen kis részem nem maradt, amiben majd ide szépen bele fogom tudni tömni a tömőanyagot, és így néz ki ez alulról, És most pedig bele fogom tömni a tömőanyagot, de mindjárt mondom, jó. Szóval a tömőanyagot elkezdjük beletömni, és én mindenféleképpen szeretném, hogyha a pereme megmaradna ennek a gombácskának. Úgyhogy egy viszonylag tőlem szokatlanul kisi mennyiséget fogok ide beletömni, és tényleg ne tömjed nagyon keményre, mert akkor el fogja veszíteni. ezt a formáját. Figyelj oda, hogy ide a szélébe szépen jutassál tömőanyagot mindegyik oldalra, ide hátra is. Tehát, hogy legyen meg ez a kis ívecskéje a kalapnak. Jó? És Folytatom majd most itt az összehorgolást, de majd még egy icipici tömőanyagot fogok ide juttatni, és akkor ahogy tömörödik majd a tömőanyag egyébként. jó? És akkor most be fogom fejezni az összehorgolását, ugyanúgy, ahogy eddig csináltam, és amennyire még szükséges, fogok mele majd még tömőanyagot juttatni. Ha nem szükséges, hogyha el tudom úgy szépen oszlatni, hogy inkább ilyen kis puhácska legyen a tetejem, azért annyira nagyon puha ne legyen, szóval tudjál bele tűket bökni. És hogyha elkészültem, akkor egy picit, jaj, egy picit hosszabb vonalat, nem nagyon hosszabb fonalat, mondjuk egy ilyen 8 centis fonalat fogok hagyni. Elvágom a bordót. és hozom a tompa végű tűmet, jó, tehát ez lesz itt a gombámnak a hátulja, és ezt ide, és bele fogom dugni ide a tűmet, és lemegyek ide ehhez a részhez, és ide fogom varni egy pár öltéssel ezt a részt, tulajdonképpen behúzom, annak érdekében, hogy ez a kalap része, ez egy kicsit ilyen ferdén álljon. Jó? Nem tudom, hogy látjátok. Ezt ide szépen behúzzuk. És ezt annyira kell majd behúzni, hogy az öltések ne látszódjanak. Ez nem kötelező elem, ez tényleg csak a cukiság fokozása véget. Lesz így kivezetem, és akkor majd a valamelyik kéznek a felvarró fonalával ezt majd összekötöm, és így nem fog elengedni majd. Jó, meg vagyunk, és akkor most pedig el fogom készíteni a díszítő részeket ide az aljára. Ez sem kötelező elem, én zöld vonalra fogom elkészíteni, ha szeretnéd kihagyod, ha szeretnéd meghorgolod, hogyha szedben gondolkodsz az ősztündérke szetben, akkor szerintem érdemes elkészíteni, mert ugye az ősztündérkének is zöldek lesznek majd a lábai. És meg vagyok, elkészültem a díszítő sorral, és most pedig varjuk fel a nóziát, és aki szeretne, az készíthet pöttyöket a kalapra, nem kötelező elem, és tulajdonképpen meg is leszünk a gombagnómunkkal. Tehát a gnóm alapminta alapján készült nózit megorgoltam, majd felvartam, közvetlenül ide, ahol az egypálcás öltések találkoznak a félrehajtásos pálcákkal illetve meghorgoltam a karokat is a gnóm alap minta alapján. Én egyel kevesebb sort horgoltam itt a 12-esekből, tehát nem 10 sort horgoltam, hanem 9-et, mert szerintem így lesz a tökéletes hosszúság. Ugye itt most egy kicsit rövidebbnek tűnik a testünk a véget, hogy a sapi nem annyira nagyon hosszú, úgyhogy én ebből egy sort elhagytam, illetve ezt a díszítő sort én most zölddel horgoltam meg, de ez rád van bízva. Jó, és akkor felvarrom a karokat ide két oldalra. Igazából ugye kettő különböző pozícióba varhatod fel, felvarhatod ide előre is, így is nagyon cuki felvarhatod így lógva is, illetve szintén a gnóm alap mint alapján készíthetsz hajacskát neki, vagy akár szakállat is, hogyha egy fiú gnómról van szó. Tényleg rád van bízva ennek a díszítése, én nem tudom eldönteni még ezen. Gondolkodom egy picit, de talán így lehet, hogy így előre felé fogom fölvarni ezeket a karokat. Felvarrom őket, és jövök is. És meg vagyok, felvartam a karokat, végül is emellett a szögment mellett döntöttem, szerintem ezt tök cuki, de hogyha szeretnéd, hogy valamit tartsanak, a természetesen felvarhatod így féloldalasan is, és akkor foghat is valamit a te manócskád. Hát, az az igazság, hogy én nagyon-nagyon elégedett vagyok a végeredménnyel, remélem, hogy ti is, remélem, hogy legalább annyira annyian fogjátok elkészíteni, mint amennyien az alap gnóm mintát elkészítettétek. A top 10 legnézettebb videóban benne van a gnóm alapminta, úgyhogy nagyon büszke vagyok erre a mintámra, és szerintem joggal vagyok büszke most itt erre a kis gombácskára is. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy velem voltál, hogy velem horgoltál, és találkozunk a következő videóban. Legyen csodálatos napod! 是啊。